sajtóbejáráson mutatta be a felújított bazilikát újságíróknak Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják Székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A Székesegyház a helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Az érsek úgy fogalmazott, Isten különleges ajándékának tartja, hogy most felújíthatták az épületet. Az elmúlt évtizedekben nem volt egyetlen elődömnek sem lehetősége arra, hogy ilyen nagy szabású beruházás történjen a bazilikán, vagy az egyházmegye központi épületein, intézményein. Hát ez az Isten különleges adománya, áldása, ajándéka, hogy az én szolgálatom idejére estek ezek a munkálatok, és én hálás vagyok azért, hogy eszköz lehettem az Úristen kezében. Picek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője elmondta, az 5 éves kivitelezést megelőzően hosszú előkészítő munkát végeztek, erre külön munkacsoport, fejlesztési bizottság alakult. 147 szakági szerződés született, ezek néha kiegészítő szerződéseket is igényeltek, hiszen 1831 és 36 között épült az egri bazilika, 1837-ben volt a bazilika felszentelése, tehát megközelítőleg 190 évvel ezelőtti épületről van szó, és ennek az épületnek, a bazilika épületének a külső és belső felújítása, illetve a környezetének a megújítása is feladata volt ennek a projektnek. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és falburkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadéja István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, mely esemény egyben főegyházmegyei találkozó is lesz. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőben közvetíti. Vasárnap lesz a bazilika másik ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után ismét körmenettel zárul.